Egy év előtt avattunk Kodályt Galántán, és akkor szobor tetszett többeknek, és hát gratuláltak érte, felajánlás volt, és hát itt nekem a Felvidéken kb. 50 köztéri szobron van, amik felajánlás, nagyon kis része, csak úgy van, hogy önköltséget kaptam érte, de hát én igyekszem, hogy itt a magyarságot megtartani a saját földjén, és erősíteni a nemzettudatot, és Isten adta ezt a tehetséget nekem, hogy tudok szobrászkodni. Ezáltal vizuálisan is mindenképpen valahogyan úgy szeretném, hogyha otthon érezni magát saját otthonába, hazájába magyar. És akkor hát ez Nagykapostól egészen Pozsonyig tart ez a 13 éve folyamatában lévő köztéri szobrok elkészítése. Duka Zolyomi Árpádnak a szobra örömteli volt, egy nagyon erős, kemény magyar arc, jó karakter, nagyon jó arc összetevőkkel, arcalkotókkal, és ezzel úgy vagyok, hogy azt mondta Márai Sándor, hogy 40 év fölött mindenki tehet az arcáról. Kiül a jó vagy a rossz, velbecs, a külcsin lesz belőle, és árulkodik az illetőről. Na most, hogy idősödünk, ugye a jelenvonások ráülnek az arcunkra, és akkor hát Dukainál is ott van, hogy ez a nemzetféltés, akkor ez a kemény magyarság, akkor ez a, meg végül is szerintem a legszebb nép a magyar. Meddig tartott maga a folyamat? Elhatározás után annyi, hogy néztem sokáig az arcot. Nem elég ránézni és akkor azt mondani, hogy van ez az arany metszés, hogy az arc függőlegesen vertikálisan három egyforma része tagolható. Álltól órig, egyharmad, orrtól szemöldökig egyharmad és föl megint egyharmad. Ez a szabályosság. Vannak neki az ő arcának egyéb részletei, ami valami ősiségről beszél, tehát egy szitja, ez szkíta vérvonal ő, egy genetika. És ezeket, hogy akkor meglátom, és akkor már tudom. De az a nevetséges, amikor eltelik 3-4 nap, akkor jönnek elő valami szuggesztió. A kép is köztem, az alkotó is a megalkotandó között, hogy veszek olyan részeket észre, amit előtte nem láttam meg. Betszó. És olyan kis apró kis tünetek, és úgy érzem, hogy itt nem csak a vizuális, hanem valami szihés kapcsolat is teremtődik.